Na Füles, Pistám, elkezdjük a mai műsort. Kezdjük! Köszöntjük a ma esti nézőinket, ez itt a Politikai Hobbista. Itt van kis Füles, várjál, ráteszek ide a bötös botira, jó? Parancsolj, így lesz a jó. Itt van velünk szokás szerint Takács Áron, Kurczezredes, Ambrózi Áron, a tábori rabbi, és Varga Ádám, a hajas baba. És érkezik, ki más? Hát persze, hogy ő, Szamosi Timi, de el kell mondanom. Igen, jó este. Részes vonulj itt végig előttünk, ahogy szoktál, mert lehet, hogy ma vonulsz utoljára. Jaj, ne! Ugyanis tegnap, igen, ki vagy rúgva. Nem, az a helyzet, hogy tegnap nagyon kedves állandó nézőink közül jó páran eljöttek és segítettek nekünk felcipelni a különböző faanyagokat. Ezen túl behozzák a Timit ilyen gyaloghintón? Az is lehetne, az sem ötlet. Ennél sokkal prózaibb és kevésbé izgalmas lesz, amit mondani fogok. Tehát készül ugye a másik stúdiónk az online adásunkhoz, és segítettek, és többen is mondták, hogy hát, mivel mindig te vagy, most már ugye itt a hírtévés verzióban nem váltogatjuk a lányokat, hogy nem sok értelme van annak, hogy na, akkor vajon kijön a paraván mögül elő, és végigvonul, hogy csak üljél ott szépen a fotelben, úgyhogy megszavaztatjuk a nézőinket, a Politikai Hobbista YouTube csatornán is ugye látják, aki ott néz minket, az most rögtön alá ott kommentelhet, és meg lehet szavazni, hogy bevonuljon továbbra is, Timi, vagy csak szépen tiszta üljön. Svájc, népszavazás, hogy itt ülj, vagy bevonulj. Így van, vagy csak üljön ott, és legyen. Megint 20 férfi fog dönteni egy nő sorsáról. Igen. Na, hát szörnyű, nem? És akkor még az abortuszról nem is beszéltünk. Igen. De csapjunk bele a mai témáinkba, mert hogy a Marvel képregények univerzumába szeretnénk kalauzolni a nézőket, ugyanis a nyugati politikusok közül egyre többen és egyre jobban hasonlítanak az ilyen karakterekre. Ugye a rendszeres nézők bizonyára emlékeznek, mert hogy korábban bemutattuk már Maggie the Block belga egészségügyi minisztert. Nem, akkor most bemutatjuk újra. Ez egy Maggie a Block? A Big Block, igen, ez egy egészségügyi miniszter. Egészségügyi miniszter. Kurz. Megijedne tőle. Hát ez felesleges, feltételes mód, én megijedtem tőle. Tehát. De nem ő mondta, hogy Magyarország erősen rontja az Európai Unió egészségügyi statisztikáit? Hát nem tudom, mondjuk, ránéztem, és az én mentális egészségemet valóban rombolta. Tehát ő billenti balra a mérleget, ne viccelj már. Jó, megint persze, body shaming, mi ezt, erre vagyunk képesek. Ja, persze, hölgy, amúgy nagyon egészséges, igen. És nagyon csinos, csak máshogy. Igen, kicsit máshogy egészséges. Tényleg be lehet fejezni. Passzív egészség, na, közhelyezni. Tényleg be lehet fejezni, vagy nem tudom, hogy be lehet-e fejezni, ugyanis ezzel még egyáltalán nincs vége, van itt még. Hopp. Jaj, nem már, megint az amerikai négy csillagos ezredes, admirális, bocsánat. Ezredes. Köszönöm, hogy összekevered. Tehát nekem is az a bajom, hogy ezt értem, hogy tudós az menő, a transgender nő az menő, tehát így rakják egymással gombóc fagyikat, de hogy lesz négy csillagos admirális, tehát rámernek egy merőkanál pörköltet a sok gombóc fagyira, és akkor nem, ez egy igazi admirális. Hát legyünk őszintén, nekem meg az a bajom vele, hogy ocsmány. Sír a kamera miatt. Nőként vagy férfiként ocsmány, nem mindegy. Jó, nekem meg ez a transznő az olyan, hogy alul férfi, felül hülye. Jó. Nekem meg az a bajom vele, hogy ő egy egészségügyi miniszter helyettes, egy férfi, aki nőnek képzeli magát. De és még gyerekorvos is. Ott kezdődik, hogy nem is őt akartuk bemutatni, mert csak szerintem rossz képet tettünk fel. Mondjuk olyan nagy különbség nincs, akit tényleg be akarunk mutatni. Érkezik Teresa Coffey, az új brit egészségügyi miniszter. Hoppá! Ez is szép darab. Hát szerintem Kurz tőle is megérne. Mi lehet abban a nagy táskában? Tett egy injekciós tűt, viszont mivel kitépja ezért, vagy kézzel kitépja a többi heréit? Vagy hát azt a injekciós tűt szúrja bele, mielőtt. Szokás szerint meg. Miért érzéstelenítik? Még ilyen ez van. Szokás szerint meglódult a fantáziád, egy hát, az a nagy májkrém. Legalább van abban. Ja. Srácok, azért megint baromi nagy öltözőszag van itt. Azért ő egy nő, ezt vegyétek a szembe. Tényleg? Nő? Jó, hát én is csak kötelező jelleggel háborodtam miattatok, de egyetértünk. Jó, de tényleg, hagyjuk már ezt az egész szexizmust, mert itt topzódik a levegő a stúdióban. Ne legyünk ennyire kritikusak. És pláne ne legyünk ennyire előítélesek, mert egyébként simán lehet, hogy ő egy kiváló egészségügyi miniszter.
simán lehet, hogy csak valami szerencsétlen betegség néz ki, úgy, ahogy kinéz, és nincs köze az életmódjához. Ja, hát nem. Lehet, hogy van köze az életmódjához. Ez a kép egyébként 6 évvel ezelőtt készült róla. Hát végülis ahhoz képest egészen jó kikupálódott. De legalább kiózanodott. Amúgy különben a Jámbor András meg a Sajó Dávidka miatt szoktam így megegyezni, hogy az esténként elfogyasztott pilóta keksz, azért az meglátszik az embernek a pillanatján egy idő múlva. Jámbornál meg a szag meg a fürdésnek a mennyisége is meglátszik, de nyilván itt nem állítok semmit. Másnál meg a Sajónál nem? Vagy miért? Na egyébként azért azt mondom, hogy én azért a Kafi asszonyság honalját se szagolgatnám. Én senkiért sem. De azt el kell mondjam, hogy egyébként ő nagyon erősen abortusz ellenes, tehát lehet, hogy legalább van valami pozitív az ő kinevezésre, gondolkodásában is. Hogy kinézett, az teljesen Churchill-es volt, és a Churchill letolt egy világháborút, úgyhogy ki se józanodott. Hát, ne menjünk már bele, tehát most amellett érvelsz, amivel megerősített, hogy nem kéne részegen hülyeséget csinálni. Igen, viszont azért az mentségére szóljon, hogy ő még nem ekészte Magyarországot az EU-ban. Még. Hát mivel brit, azért már csak akkor tudja, hogyha belép az EU-ba, mint állampolgár a határon, tehát ezt most már nem nagyon tudja megtenni britként. Viszont ő angol, ők legalább léteznek, nem úgy, mint a belgák. Ez és, akkor térjünk is vissza a belga kedvencünkhöz, nem, ne térjünk vissza hozzá, hanem itt van az újabb kedvencünk, a Fehérház szóvivője, Karine Jean-Pierre, aki a legpofátlanabb módon hazudik nap mint nap az amerikai sajtónak, úgy kb. Mindenről, de főleg Biden elnök szellemi állapotáról. Meglepő, Biden nem csak, akkor Biden nőket is alkalmaz, nem csak 4 csillagos admirálisokat? Na és honnan tudod, hogy nőhet? Lehet, hogy csatahajóként identifikálja magát. Hát kb. Annyira csatahajó, mint amennyire a másik 4 csillagos admirális, úgyhogy kb. Egy szinten vannak. Tehát. Viszont én nagyon büszke vagyok rá, mert ő egy igazi kvóta nő. Fekete is, leszbikus is. Na de oké, de és miért jött szóba a Fehérház szóvivője? Aki akkora fake news propaganda parádékat tart hétről hétre az újságíróknak, hogy Moszkvában is megirigyelnék? Azért, mert van egy valós kedvencünk, Peter Doocy, a Fox News riportere, aki gyakorlatilag egyedüliként tesz fel értelmes, nem segnyaló kérdéseket a Fehérháznak, és egyedüliként leplezi le a propagandát, ami mondjuk van is mit leleplezni. Mert a minap például beszédet mondott Joe Biden elnök. Többek között arról, hogy a Trumpra szavazók, tehát kb. 74 millió ember szélsőségesek, veszélyesek a demokráciára és az állam ellenségei. Hát és ha megnézzük, nem véletlenül emlékeztet Joe Biden valakire. Engem csak az lep meg, hogy most már az úgymond liberálisok, a toleránsok már külsőségekben is hozzák ezeket a náci elemeket. Hát engem egyáltalán nem lep meg. Hát ugye, ahogy Ronald Reagan is annak idején mondta, hogy ha a fasizmus egyszer Amerikába jön, akkor az a liberalizmus képében lesz. Hát most itt van. És azóta persze egyébként ebből a beszédből, most ebből a Biden-féle újabb agyfingásból mondjuk így próbálnak kijönni, hogy tompítják a mondatait, és ugye azt mondja Jean-Pierre, hogy nem a szavazók, hanem a választási eredményeket kétségbe vonók jelentenek veszélyt a demokráciára. Na erre Doocy előhúzott egy Twitter bejegyzést 2016-ból, amely szerint Trump ellopta a 2016-os választást. És vajon, kitől származott ez a Twitter bejegyzés? Hát én a kedvencemre tippelek, a 4 csillagos nőrfire. De ez csak langyos, mert nem. Igen, nem. Karine Jean-Pierre-től származott ez a Twitter bejegyzés. Akkor én szeretném feltenni a kérdést, amikor ezt Doocy szembesítette vele, akkor mit válaszolt? Hát az, hogy az más, ennyit mond, az más. Ja. Az nem ugyanaz. Na és eddig volt a könnyedebb, viccesebb rész, mert ami most jön, az nagyon is komoly. Lassan 3 éve, 2019. október óta rendszeresek Hollandiában a gazdatüntetések. És ugye trágyát is szórtak ki, nem csak az utakra, de az agrárminiszter háza elé is. Hát ezt nem a Szabó Bálint szervezte. Itt voltak. Most pont ezen kamionosok látszanak, ugye ez már a kiszórás után, de elképesztő mennyiségű traktorral is felvonultak. És a tüntetések fő oka, hogy a holland kormány újabb és újabb rendelkezéseket hoz, amelyek az állatállomány drasztikus csökkentésére akarják kényszeríteni a farmereket. És persze a környezetvédelem jegyében, a nitrogén kibocsátás csökkentésére hivatkozva. De a termőföldeket is jelentősen csökkenteni igyekszik Mark Rutte és a kormánya azzal, hogy betiltja a természetvédelmi területek bizonyos közelségében a mezőgazdasági termelést. És a számítások szerint várhatóan 11 ezer fölötti farm fog bezárni, és további 17 ezer állít majd elő jóval kevesebb terméket. És ez ugye az a Mark Rutte, aki ki akarta véreztetni Magyarországot. Emlékeztek? Meg az a Mark Rutte, akire a doktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy egy-két jelibernyákot még az elvisz a hátán, ugye? Az a Mark Rutte, aki rajtam múlna Hollandiát visszaadnám a tengernek.
meg aki azt mondta, hogy nem lehet egy miniszterelnök 4 ciklus, 3 ciklusnál tovább, és hány ciklus? Megválasztotta magát egyszerre, nem az? A Hollandiát visszaadnánk a tengernek, azzal azért egy probléma lesz, azt mindjárt elárulom, hogy micsoda. De egyelőre most picit távolodjunk el a holland farmerektől, és beszéljünk egy kicsit az energiaválságról. Arról, hogyha egyáltalán van energia, akkor is drasztikusan megemelkedett az ára. És nem csak az ukrán háború miatt, hanem már előtte is, mert az USA például ismét behozatalra kényszerül, miközben korábban Trump alatt nemhogy az energia függetlenséget érték el, hanem nettó exportőré is váltak. A Biden kormány viszont rengeteg kitermelést, beruházást és szállítási útvonalakat leállított, szintén környezetvédelmi okokra hivatkozva. Mert ugye az a manapság mindent el lehet adni. És zárójel, hogy ez az egész környezetvédelmi retorika milyen egy álságos, ordas kamuj, mekkora porhintés, az tökéletesen mutatja, hogy az Európai Unió vezetői dialalittasan verték a mellüket, és a nekik seggetnyaló média persze tapsolt, hogy hurrá, érkeznek az LNG-t, azaz a cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajók az USA-ból, a gonosz orosz gáz helyett. Ez nem csak sokkal drágábban jön, hanem mire ezek a hajók átérnek az óceánon, annyi káros anyagot bocsátanak a levegőbe, amennyit a holland tehenek összesen nem tudnak fingani, meg böfögni egész életükben, zárójel bezárva. Na és akkor miközben a méreg drága gázáraknak a holland farmerekhez? Semmi, gondolnánk. De nézzünk egy kicsit a dolgok mélyére. Hollandia, és ezért ne adjuk még most vissza őket a tengernek, az országot, a világ második legnagyobb élelmiszer exportőre az USA után. Ugye nagyságrendekkel kisebb ország, de nagyon hatékonyan termel, kevés vizet, kevés műtrágyát használ, szóval a holland farmerek nagy csedek. Oké, ezt akkor most én kell, hogy megállítsalak. Azért a kevésbé beavatott nézőinknek áruljuk el, hogy mit jelent azt, hogy csed. Hát én Z-generációs Ádámnak átadnám a szót, mert neki még TikTokja is van, magyarázd el. Z-generáció, messze van az, mert félig boomer vagyok, de a csed, azaz a magabiztos, heteroszexuális, cisznemű, szexuálisan aktív és potentált hím, aki maga, akiért döglenek a nők. Akiért nem csak, hogy aki annyira magabiztos, hogy már az aurájáért döglenek a nők. Ha már vele lehet. Ki megvan az ötödik csillaga is. Ez igazából egy gúnyos megnevezés, de én azt... De átment pozitív. De átment azért már lassan pozitív. Szóval, viccen kívül, Hollandia kulcs szereplő a világ élelmiszer ellátásában. Oroszország pedig a világ energia ellátásában. És ha az élelmiszer olcsó és bőséges, akkor az emberek szabadon fogyasztanak. Ha pedig olcsó és bőséges az energia, akkor szabadon fűtenek, utaznak, termelnek. És ha a kettő együtt fennáll, akkor összességében szabadon élnek. Akkor pazarolnak. És a szabad embereket nehezebb irányítani. Ha viszont hiányuk van valamiből, akkor nem szabadok, mert a hiány megszüntetése, de legalábbis elviselhető szinten tartása lesz a legfontosabb. Ugye vedd el az emberektől a bőséget, teremts hiányt, és függőek lesznek tőled. A globalisták, a világkormánytakarók célja a függés kialakítása, hogy aztán irányíthassák az embereket. Hát és Mark Rutte, ő például teljesen a világgazdasági fórum markában van. Teljesen. De én is érzem, tehát itt megfosztanak engem a holland paradicsomtól, ami méltán világhírű, és akkor érzem, hogy engem már irányítanak. Nem, mi az tulipánt a családban. De amikor ezeket mondjuk, ugye, ahol ilyenkor kezdik rá a világgazdasági fórumot, meg a globalistákat kiszolgáló ilyen csicskák a független objektív sajtóban, azaz a Forbes-ban, hogy hülye összeesküvés elmélet hívek, ha a háttérhatalom, mi? Meg mindenféle ilyen gonosz emberek próbálják uralmuk alá hajtani a világot. Mint a szuperhősös filmekben, nem? Mit képzeltek el? Legközelebb majd ilyen hülye maskarába öltözött főgonoszt, aki kőkemény német akcentussal beszéli az angolt? We brought together 60 top intellectual thinkers here in Dubai to define a longer-term narrative to make the world more resilient, more inclusive, and more sustainable. More resilient, more inclusive, more sustainable. Hát konkrétan mindest. Nem azt mondta, hogy more reptilian? Szóval tényleg mindest, mert kivéve a maskara. Meg a forradás az arcán. Hopp, hopp, ja, de a maskara is stimmel. Ő Klaus Schwab, a világgazdasági fórum alapító elnöke. Ugye a rendszeres nézőink már őt is ismerhetik, mert a korábbi adásainkban foglalkoztunk vele, a Politikai Hobbista YouTube csatornán, ez is jól megnézhető. De van még egy képünk Klaus Schwabról, ott a Lenin szobor. Csak hogy világos legyen, hogy milyen eszméket val. És ő találta ki az úgynevezett nagy újraindítást. Ennek látjuk a lépéseit. A holland farmereknél és a mesterségesen kreált energiaválságnál is.
és ezért célozták meg az ellátási láncokat is, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban jusson el az emberekhez az áru. Mert ennivaló az lenne. A hollandok termelnek és szállítanak, ha hagyják őket. Gáz és olaj is van bőven, az oroszok termelnek és szállítanak, ha csak a vevőiknek valaki nem tiltja meg, hogy velük üzleteljen. Oké, és ki tiltja meg nekik? Az, aki utána megmentő szerepben tetszeleg, és mondjuk háromszoros áron adja el nekik a gáz? Hát én vágó, én megjelölném az Egyesült Államokat. Én meg az ENSZ. Ugyanazt jelöltétek meg. Na jó, de ha csak az USA vezetői, vagy az ENSZ tisztségviselők lennének, de még csak nem is ők. Mert ezek senki által meg nem választott, semmilyen politikai felelősséget nem viselő, a sötét háttérből manipuláló, befolyásos emberek, akiknek szabad bejárása van a politikusokhoz. Na jó, nem csak a sötétből, mert kettő közülük, Klaus Schwab és Soros György kijöttek a fényre. Hát vagy költeni jöttek, vagy csak melegednek, testhőt gyűjtenek. Testhő. És ez az egész újraindítás a környezetvédelmi mázzal, meg hogy ne legyen saját autód, házad, semmit, minden csak bérelj és használj. Ez az egész az irányításról, a függésről szól. Nyilván az amerikai politikusok, meg a nagy cégek is vastagon benne vannak, és ez nem összeesküvés elmélet, hanem nagyon is létező, valós összeesküvés. Mert ha a hollandok termelése csökken, akkor mindenki a legnagyobb exportőrtől, az USA-tól fog függeni. Ha letiltják Európát az orosz gázról és olajról, akkor a Közel-Keleten is meghatározó, meg mindenütt a világon meghatározó amerikai vállalatok lesznek egyeduralkodók. És ha sikerül létrehozni a globalista világkormányt, akkor a kizárólagos irányítás az továbbra is az övéké marad. Tehát biztosított a gazdasági hatalom, és ennek a birtokában aztán még könnyebb ráerőltetni az egész világra a szivárványos, a BLM-es, még mindenféle egyéb ilyen neomarxista ideológiákat, ami a globalistáknak egy ilyen vallása. Hát igen, és ezért is üldözik a hagyományos vallást és a kereszténységet is. Hát bizony, de nem csak a holland gazdák meg a mesterségesen generált energiaválság függ össze, hanem még a keresztény gyalázás is. Mert hogy fontos látnunk ezeket az összefüggéseket. És persze sokan nem akarják látni, mert nyilván jóval könnyebb, meg kényelmesebb szavalni az ilyen Greta Thunberg-féle jó emberkedést, meg szivárványos profilképeket kitenni. Meg az ukrán zászlósat. Meg antiszemitázni. Meg rasszistázni. Meg orbánozni. Még. Meglölőzni. Ennyi, még valaki, valamit, bár stáb, operatőrök, stúdióban. Összeesküvésnek nevezni azt, amit a műsorvezető. Na igen, ezt szereti tényleg a legjobban a belpesti értelmiség. Kiröhögni a valóságot. Meg a nyugati világnak az elmebajait. Annak a nyugati világnak, tehát amikor mi kiröhögjük a nyugati világ elmebajait, akkor ők rajtunk röhögnek, hogy összeesküvés elmélet hív. Meg hogy ez nem, ez csak egy kis szeretet. Azt, amikor kiderül, hogy összeesküvés elmélet, nem is összeesküvés és nem is elmélet, akkor meg megmagyarázzák, hogy ez miért kellett, hogy így legyen, és ők már korábban is ezt mondták, csak mi nem értettük. Igen, és arról a nyugati világról beszélünk, amelyik egyébként már csomó vívmánnyal előrukkolt, és nem csak olyanokra gondolunk, mint az írógépnek a telefon, hanem ilyen társadalmi dolgokra is. Ha mondjuk közhelyes szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy olyanok, mint a demokrácia, vagy a sztrájk. Na, meg mint a filozófia tanszék, mi a nem? Ugye az emberi agy az akarva és akaratlan megoldásokra törekszik, és minden generáció meg akarja váltani a világot, azt hiszi, hogy okosabb az előtte levőnél. Néha mondjuk tényleg az, de ez a mostaninál, mintha kicsit félrement volna. Talán hallottatok már a poliamor kapcsolatokról. De ha nem, akkor itt ez a kép, ahol a következő felirat látható. A feleségem pasia két dologgal is megajándékozott. Egyik kezében egy videójátékkonzol, a másikban pedig egy ultrahangfotó. És lehet, hogy ez csak egy poén. Nem, hát nézd rá, nem az. És akár poén, akár nem, ez egy létező jelenség. Mert sikerült elítetni a nyugati férfiak egy részével, hogy akkor lehet egészséges egy házasság, hogyha hagyják, hogy a feleségük szabadon megélje a szexualitását az évszázadokon át tartó férfi uralmi elnyomás után. És egy nyitott házasságban él. Ez a nyitott házasság, ez egy érdekes fogalom. Ez olyan kifejezés, mint amikor piros tollal akarnék rajzolni egy kék kört, aminek minden szöge derékszög. Ez a filozófiai tanszék az előbb, amit mondtam. Nem, ezek ilyen tinédzser fantáziák. Ma felnőtt emberek tudják, hogy egyrészt a francnak sincs pénze ennyi nőre, másrészt egy nő is pont annyit dünnyök, hogy nem, ne kelljen belőle. Az a durva, hogy elhitették a nyugati férfiakkal, hogy a feleségük félre k***gatása az egy ilyen felszabadult nőjogi dolog. Oké, de mondjuk ez, bocsi, de ez fordítva is igaz. Jó, de akárhonnan nézzük, egy párkapcsolatban a nő mindig a férfias férfiakhoz vonzódik. És hogy mi a férfias, az persze lehet vita tárgya.
Oké, de nőként elmondhatom, hogy ha-hó, kicsi, én most még PlayStation-ozok egy kicsit, addig te menj át oda a szomszédhoz, egy picit szexelj vele, addig én főzök neked valami finom kis kuszkusz ételkét, de azért ez nem férfias, Jesszi. Menj át a szomszédhoz, hogy szexelj a szomszéd Liam-mel, Tyler-rel vagy Jason. Vagy az admirálisra. Szóval az egész megint fel akarják ezzel is borítani a teljes normalitást, az, hogy a férfiak nőkkel családban élnek. Ez volt már a politikai hobbista. Első fele, néhány perc szünet után jövünk vissza Láng Zsolttal, a Fidesz budapesti választmányi elnökével. Maradjanak velünk! Folytatódik a politikai hobbista, továbbra is szokás szerint Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, valamint ma esti vendégünkkel, Láng Zsolttal, a Fidesz budapesti választmányi elnökével és a Közép-Magyarországi Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztossal. Ez volt a házi feladatom, a titulusok megtanulása. Most erre gyúrok nagyon. Jó estét, sziasztok, üdvözlöm. És gratulálok egyből. Köszönöm szépen, büszke vagyok én is magamra. Melyik sapkádat szeretnéd először fölvenni, melyikkel kezdjük? Fejleszünk, vagy budapestezünk? Amelyik jobban érdekel titeket, de a kettő azért nagyjából össze is függ. Tehát hol ér össze a kettő? Mert közép-magyarországi régió Budapest, de hogy ebből Budapest kikerült, nem? Most történt egy ilyen át... Azt akartam mondani, hogy fejleszteni, meg dolgozni olyan területen lehet, ahol valami fajta normalitás és politikai egység van. Legalább az irányokat meg lehet szabni, tehát így összefügg egyébként mindenképp a politika és valójában a gazdaságnak a fejlesztése. Visszatérve az előző kérdésedre, Közép-Magyarországban valóban történt egy változás, azért ez egy nagyon nagy terület az országnak, mert ha megnézzük, akkor ugye Budapest és Pest megye tartozik ide, ami nagyjából azért a népességnek a közel egy harmada, és mondjuk a GDP-nek a fele ebben a régióból kerül. De ezen belül is aránytalanul Budapest sokkal és magasabb. Ami újdonság most, és amiben szerintem nagyon nagy lehetőség van, hogy eddig, mivel egyben volt ez a régió az Európai Unió számára, ezért Budapest, mivel Budapest még az Európai Unión belül is egy fejlett régiónak számít, sokkal kevesebb pénzt allokálhatott, és így Pest megye hát sokkal kevesebb. Ezért mondjuk Monor, meg Vecsés, és sokkal kevesebb lóvét kaptak Budapest miatt. És sikerre járt abban a kormány, hogy 21-re, tehát 2021-re elértük azt, hogy leválhatott kvázi a fejlesztésekben Budapest és Pest megye, így Pest megye körülbelül a 21-27-es ciklusban a dupláját kaphatja meg az Európai Uniótól különböző támogatásokkal, mint az előző ciklusban. Tehát Pest megye mindenképp jól járt, Budapest is kap, de nyilván Budapestet egy nagyon fejlett, erős területnek veszik még az Európai Unión belül is, de Pest megyében az eddigi 70 helyett most 140 milliárd az, ami operatív programok keretében bejöhet, tehát ez egy jelentős növekmény. Feltéve, ha kifizetik a nekünk járólóvét, mert mostában divat Brüsszelben nem kifizetni, és mindenféle hivatkozási alapokat teremteni, hogy miért nem kapjuk meg azt, ami egyébként járt, tehát tegyük hozzá, hogy ez nem egy ajándék Brüsszeltől, amiket kapunk pénzeket, hogy jaj, de jó, hanem egy összetett megállapodás része. Aláírták a békeszerződésben, és hogy többet nem rabolnak ki kisebb nemzeteket. Jó fogalmaztok, valójában ez a helyzet, hogy ott az egy szerződés, ami nagyon sok mindent adtunk azzal, amikor a piacunkat. Így van, amikor bementünk ebbe a közösségbe, cserébe pedig a közösség azt vállalta, hogy az évek alatt hozzájárul ahhoz anyagilag, hogy mi is eljussunk arra a szintre, hogy hasonló erősségű gazdasági vállalataink, térségeink lehessenek, mint Európában. Tehát ez nem egy ajándék, hanem ez egyébként egy megállapodás része. Nyilván látjuk ma már, hogy senki semmit nem tart be, tisztelt a kivételnek, és az Európai Unió pedig egy egyszerű politikai manőverként használja fel azokat a pénzeket, amelyekre egyébként a magyar gazdaságnak, hogy mondjam, szüksége is van, meg egyébként jár is. Most ebben a helyzetben, amiben vagyunk, ebben nyilván ez egy különösen éles kérdés, de én
abba bízom, hát ha csak azt hiszed, hogy a helyreállítási labdát, amikről beszéltünk az előbb a Közép-Magyarország régióban, az a normál 6 éves ciklusban lévő pénzek, amelyek operatív programokban támogatások. De ugye van most a helyreállítási alap a Covid után, amit az Európai Unió mintegy 2000 milliárd euró nagyságrendben egységesen vállalt, és ebben csak ez a régió, ez a Közép-Magyarország, ez 662 milliárd forintot kapna, aminek egy részét már előfinanszírozta a magyar állam, hiszen ebből lehet a Covid utáni helyreállítást, a gazdaságnak a helyretételét finanszírozni. Tehát ez nem játék, és ez egy borzasztó, hogy mondjam, aljas dolog, hogy ezt egy politikai haszonszerzés vagy politikai célokra használja fel az Európai Unió, hiszen ez arról szól, hogy a gazdaságunk, a gazdaságon belül a gazdasági szereplők, a mikrovállalkozások, a makrovállalkozások, a nagyobb cégek és a munkavállalók, azok egyébként vissza tudjanak billenni. Arról nem beszél, hogy a Covid után azt senki nem tudta, hogy jön egy háború a szomszédunkban, meg egy ilyen energiaválság, amit egyébként zárójel, de most ebben nem menjünk be, mert sokat beszéltetek ti is róla, amit szintén sikerült egyébként az Európai Uniónak ezekre a csodálatos szankcióival kiváltania. Igen, de legalább a lengyelek megkapják a pénzüket. Ja nem, ők sem, ja, bocsánat, nem. Ők ugyanazt kapják jutalmul, amit mi büntetésül, de erről nyilván nem veled fogunk beszélni, hanem Szijjártó Péterrel, aki most mondom, de csak nagyon halkan súgom, hogy október 8-án lesz a vendégünk. De ne is menjünk ezekbe a politikai kérdésekbe, mert... De innentől unalmas a műsor, hogy jön a Szijjártó. Gyakorlatilag, nem, legalább annyira örülünk neked is. Köszönöm. Szijjártó Péternek, hangsúlyoznom kell. De hogy azért ne ezekbe a nemzetközi politikai dolgokba menjünk bele, mert hogy lehetne a műsoridő, és nem tudnánk arról beszélni, amiről igazán szeretnénk. A Budapest, aktuális budapesti helyzet, pontosabban ezen belül is a sok-sok időközi választás, ami most éppen ugye, amikor adásba kerülünk vasárnap este, akkor már nem izgulunk, mert már megvan az eredmény, de amikor most ezt fölveszünk, akkor még nem tudjuk, hogy még izgulunk, hogy sikerül-e újabb győzelmeket aratni a kormánypártnak, és folytatódik-e az a sorozat, ami most már hónapok óta tart, nem csak vidéken, hanem Budapesten is, hogy sorra nyeri az időközi önkormányzati választásokon a Fidesz azokat olyan körzetekben, olyan választókörökben, ahol eddig ellenzéki képviselő volt az önkormányzatban. Mi lehet ennek egyrészt az oka? Hát, ha megengeded, egy picit messzebbről kezdeném, csak fontos, hogy erről, hogy mondjam, összefüggéseiben beszéljünk. Ugye ott a gazdaságfejlesztésnél, ahol ott hagytuk, ott azért nem szabad elfelejtkezni Budapestről, amely önmagában így is, mondjuk ebben a ciklusban is 83 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt fog kapni csak az Uniótól, és a magyar kormány is folyamatosan minden komoly fővárosi projektben partner. Tehát a főváros az úgy gondolom, hogy mindig mindnyájunk számára kiemelkedően fontos volt. Ehhez képest, ezt akarom mondani, hogy amikor megjött Karácsony Gergely, letette az esküjét, és elmondta, hogy mindenki főpolgármester most már 2019-ben, ugye emlékszünk erre a számunkra nyilván rendkívül szomorú pillanatra, akkor elindult egy olyan folyamat, amelyben semmi más nem történt, mint visszakanyarodtunk a Demszki időszakra, és az látszik Budapesten, hogy a baloldali liberális ellenzék, aki ráadásul egyébként borzasztó, elnézést, szubjektív vagyok, de szerintem borzasztó gyenge munkát végez egyébként a mindennapokban, és érdemi tevékenysége az ország érdekében szinte nincs, mondhatnám néha, hogy csak rombol Európában, és azért lobbizik, hogy ne kapjuk meg a nekünk járó összegeket, zárójel bezárva, tehát hogy semmi más nem csinál, mint ennek a baloldali liberális osztálynak, oldalnak, értelmiségnek teremt egy bástyát, és egy ilyen budapesti harcteret csinál, ahol ők vannak többségben, és erre használják fel egy kis lovés. Jön a lovés, mindent arra használnak fel, hogy hogyan lehet ebből a szemszögből a kormányt folyamatosan lőni. És én azt látom, hogy 2019 után, amiben az az őszi választásnak lehet róla egy néhány mondatot beszélni, az egy nagyon számunkra rendkívül szerencsétlenül alakult Budapesten a 2019, de már látszott az országgyűlési választásokon is, hogy Budapesten jelentősen zárult az olló, tehát a 2019-hez képest egyébként néhány százalék volt, bár egyetlen egy körzetet hoztunk el, de ha megnézzük egyébként, akkor körülbelül ilyen 5-6 százaléknyi különbség volt a teljes... Ebben a 10-15-tel szemben, tehát így zárult be az olló, és látszik az, hogy látható az, hogy a teljes baloldal és a Fidesz az egyre jobban közeledik. És azóta jöttek az időközi választások valóban Budapesten, és tisztán látszik, hogy az embereknek
pont elege van abból az ellenzéki viselkedésből, amelyet, igen, tehát hogy Karácsonyék nem veszik azt észre, hogy nekik ezt a várost vezetniük kéne, és a mindennapi problémákkal foglalkozni, és előre vinni a közösségünket, hanem ezt a ellenzéki háborút vívják innen a kormánnyal szemben. És én úgy gondolom, hogy ebből elege van a budapestieknek, meg abból, hogy nincs eredmény, és azt látjuk, hogy a főváros 2019 óta lejtmenetben van, tehát egyszerűen szlömösödik, koszosodik, elhanyagolt, tehát egyszerűen nincs rendben, ezt mindenki érzi a mindennapokban, és nézzük meg az eredményeket, tulajdonképp 7 időközi volt, pont ugye vasárnap lesz, amikor a műsor megy a 8. Nagyon drukkolunk az első kerületben, remélem, hogy ott is sikerül egy momentumos helyet visszahoznunk. Ráadásul akkor, ha ez így lesz, de mondom, nagyon bízunk benne, akkor az izgalmas azért ott már az önkormányzat összetétele közel sem olyan egyértelműen a polgármesterasszony mögött van, mint most. De előtte most 6-1-re állunk ebből a 7 küzdelemből, tehát 6 egyéni körzetet, olyat is, amit a választásokon, sőt többségét elvesztettük 19-ben, behoztuk, és azt az egyet Újpesten, amiben alul maradt a Fidesz jelöltje, ott is egyébként 25% különbség volt 2019-ben, és most 6%-ra hoztuk le. Tehát ekkora az ollónak a szűkülése. Átlagosan lehet mondani, hogy az ellenzék 10-12%-kal jön lefelé, a fideszes jelöltek meg átlagban 10-zel kapnak többet. Tehát az nagyon sok, ez egy 20%-os elmozdulás, és ebből jön az ki, hogy olyan 7. kerületben, ahol az ellenzék 28%-ot tudott elhozni, mi pedig 35-ről 45-re mentünk fel. Tehát kifejezetten egy teljes átalakulás van, és látható, hogy a Fidesznek az a fajta higgadt és egyébként tárgyilagos politizálása a budapesti Fidesznek, úgy gondolom, ami próbálna együttműködni Karácsonnyal, és próbálna közvetíteni a kormány között, csak erre láthatóan nincs igény a főpolgármestertől, hiszen a háborúra építi a politikáját, akkor nem kellenek szövetségesek meg közvetítők a béke érdekében. Szóval hogy az a fajta politika, amit a Fidesz képvisel Budapesten, az láthatóan egyébként visszatér az embereknek a tudatába és az elismerésébe, vagy abba a régióba, amikor azt mondják, hogy igen, emlékszünk 10 és 19 között Tarlós István és a Fidesz vezette a fővárost, hát azért egészen más volt itt a légkör, a közterületek minősége, és egész más volt Budapest, mint Karácsony óta. És én úgy látom, hogy ez megy át a fejekben Budapesten. Azt mondod, hogy ugye, hogy Karácsony abszolút nem akar együttműködni, hanem ezt a háborús logikát. Még a dac korszakát éri. Oké, igen, de hogy ugye korábban én hallottam... Kamaszos olyat... lázadás, hát mondja. Erre írt az államférfi, hogy kitartás, tehát jól megy neki. Még egy selfie-t sem hallott nekem. Kamaszos, hanem később pubertáskori, így igen. Pontos a megfogalmazás. Szóval, hogy... De hogy ugye korábban azt hallottam még egyébként a ciklusa elején, hogy tulajdonképpen Karácsony, ugye ez a kis mamlasz, ez úgy azért vele úgy lehet beszélni, úgy meg is ígér dolgokat, és aztán elmegy a tartótisztekhez, ugye a Gályi Zoltánhoz, és akkor utána úgy jön vissza, hogy nem, mert megmondják neki, hogy semmi kompromisszum a kormánya, ugye Gályi Zoltán azóta már nincsen, biztos van más a helyette, vagy már Karácsony Gergely is teljesen beleállt ebbe a, tényleg ebbe a dacos, háborús, azt más nem nagyon csinál, ugye alszik, meg néha posztolgat, de hogy már semmi fajta, hogy mondjam, ilyen, legalább ilyen látszólagos együttműködési, kompromisszum kötési, konszenzus keresési nagy szavakat használják, ilyen hajlandóság nincsen benne. Ez rá az jellemző egyfelől, hogy a teljes virtuális világot próbálja úgy fordítani, ahogy ő szeretné látni. Tehát ahogy mondod, egyébként az ő tevékenysége az a Facebook posztokban nyilvánul meg. Ráadásul néha szerintem vicces, mert azért például a budapesti időközi kapcsán, amikor ott vagyunk, hogy 6-ot elhozott a Fidesz, és remélem, hogy a 7-et is el fogja tudni hozni, szemben egyel, néma csönd van, és akkor Pécelen nyer egyszer véletlenül most egy időközin az ellenzék jelölt, és óriási Facebook poszt, hogy itt a változás ideje, Pécelen megfordították a dolgokat. Tehát, hogy már a saját magát is, mint a karikatúrára tenné, hogy ő egy ilyen fiú ül a Facebookon, és írja ezeket a blödségeket, aminek néha semmi köze egyébként a való világhoz.
nyilván személyben nem szeretném bántani, mert Sidney-ben nem személyeskedünk a politikában, de úgy gondolom, hogy ő személyében is 19 után bele, lehet, hogy ott volt még benne jó szándék, együttműködési szándék, mert még azt is el tudom kérdezni, hogy komolyan gondolta azokat a, bár már akkor láthatóan utopisztikus légből kapott ígéreteket, de még, talán még hitt is benne. De hogy azóta ő maga is beállt ebbe a háborús vonalba, és ő maga is most már cinikusan, lezáróan, ellenségesen tekint mindenre, ami nem az ő gondolatvilága és az ő körei, ebben viszont egészen biztos vagyok. Tehát, hogy nem tett neki jót, úgy gondolom ez a 2019 óta lévő főpolgármester. Tegyük hozzá, és ezt most megint nem szép ilyet mondani az ellenfélről, ezért elnézést, akit megbántok, de általában azt látom, hogy a baloldalnak sosem áll jó, hogyha van lehetőségük dolgozni. Tehát ha ők véletlenül bárhol hatalomra kerülnek, akkor mindig abból kiderül az, hogy tulajdonképpen alkalmatlanok arra, hogy mindennapi tevékeny, érdemi munkát végezzenek, és ebből jön az egyre idegesebb, egyre hangosabb, egyre durvább politikai lőzungok áradata, meg a virtuális világ, hiszen az, hogy egyébként fölkelni kora reggel, bemenni és késő estig csinálni a napi melót azért, hogy egyre a kettőre jussunk, ez láthatóan ennek a baloldali elitnek nem megy. De itt én az ideológia gyártás. Hogy itt igazából meg kell határoznunk, mik a célok ezeknél az embereknél. Hogyha azt nézzük, hogy az ő céljuk az, hogy minden fronton támadják a kormányt és a kormánypárti szavazókat, vagy esetleg az újságírókat, vagy bármi ilyesmi, hogyha ez a cél, mert ugye mi azt képzeljük az ő fejükben, az a cél, előre lendítsék a város, egyről a kettőre isunk. Csak az ő fejükben borzasztóan nem ez a cél, az a cél, hogy támadják a kormány oldalt. Igen, és ez megvalósul. És hogy ugye a saját szavazóik mondjuk szűkülő, és egyre, hogy mondjam, egyre agresszívebb, egyre harcosabb szavazóiknak megfeleljenek, és mivel ugye ez a kör szűkül, és egyre idegesebb is lesz a szavazóikör, ezért nekik is egyre durvább, egyre nagyobb dolgokat persze, kell mondani. De ez a korán reggel való felkelésre a Karácsony Gerelynek volt egy válasza. De hát anyám, én szociológus vagyok. Én nem akarok naívnak tűnni, főleg ebbe a székben, nem, ahol annyi profi, politikus és közéleti ember ül, de na, de hát ne vicceljetek. Meg a Győzike. Hát az különösen, de hogy hát azért mégiscsak arról szól, bármikor is a politika közelébe kerülsz, hogy azért a politika elsősorban egy szolgálat. Tehát azt nem lehet más, hogy lehetnek öncéljaid, lehetnek a politikai pártodnak és közösségednek céljai. De amikor te valahol bizalmat nyersz, akkor az alapvető akkor is az, hogy neked azt a közösséget előre kell vinned. És ehhez minden eszközt fel, minden párbeszédet, minden együttműködési javaslatot, mindent annak érdekében mozdítani, hogy előrébb jussanak. És szerintem ez azért evidens, mert az emberek azt megérzik egy idő után, hogyha valakinek ez nem számít. És ha valakit megérzik, hogy a politikában a közösségnek az előrevitele nem mozgat, csak minden más, akkor az embernek nincs jövője, én ebben hiszek. Hát a demokrácia erről szól, hogy egy idő után az emberek elfordulnak ezektől az emberektől. Nem akarok itt a fényes tekintetű Ferencre utalni, de hát az egy idő után, amikor kiderült, hogy Gyurcsány Ferencnek nagy kamu a minden. Kamu lövése sincs, sőt egyébként az egész országot így áll bele az egész ország a földbe, akkor az emberek egyébként úgy jöttek ki mögül, és úgy fordultak el, hogy öröm volt nézni, és azóta se fordulnak vissza, csak ő ezt még nem veszi észre. De ez csak Magyarországon jellemző, tehát ez speciális magyar helyzet, hogy azoktól a politikusoktól elfordulnak, akiket nem érdeklik a választók, mert például Németországban a Baerbock külügyminiszter asszonynak a népszerűsége kilőtt, miután kijelentette, hogy ő lesz arja, hogy mi lesz a németekkel. És az ukránokat már. És a legnépszerűbb német politikussá lett azonnal. Németországi politikus és a németekkel azt arra, hogy mi van itt azért. Vannak különböző társadalmi ellentétek ebben. Ezt a különbözőt mondani, hogyha az külügyi dolgokat a Szijjártóval beszélitek majd, akkor szerintem Németország és a német psziché és a 20. századi német gondolkodásmódot nevelem beszélni. Van erről egy véleményem, csak egy elvinni a műsor, kettő meg lehet, hogy nem lehetne leadni vasárnap. Ne vegyük el a fiúk csak munkáját. Csak 3 percünk van ráadásul, de akkor ez egy nagyon fontos kérdés még, hogy oké, jönnek az időköziken az eredmények, látjuk, hogy azért a választók, legalábbis egy részük megbünteti azokat a politikusokat, akik láthatóan nem értük dolgoznak,
De akkor egyrészt miért van az, hogy még mindig ennyien veszik be Karácsonyéknak ezt az üres mantrázós szövegét? Miért van az, hogy még mindig ennyire zsigerből kormányellenes Budapest jelentős, főleg Budapest jelentős része, és hogy ez azért beleilleszkedik egy olyan nemzetközi tendenciába, hogy a nagyvárosok, a fővárosok, azok nem tudom, hogy Madrid még mindig jobb oldali, most ezt utána kell néznem, de az egyetlen európai főváros. De az amerikai nagyvárosok azok elképesztő mértékben. Az pedig elképesztő mértékben. Tehát 80-90 százalék. Igen, tehát az brutál. Szóval, hogy ez a folyamat elveszett? Nézd, mindig ezek a... És Budapest azért egy hatalmas vízfej, de hát tulajdonképp a magyar... Tehát ennyire aránytalanságok más országban nincsenek, hogy van egy ilyen város, amely közel 2 milliós lakos, és a következő városunk talán Debrecen. 350. Debrecen jön olyan, hát nem Debrecen, de olyan az is a 300 körül, 250 ezer lélekszámú. Tehát, hogy valóban Budapest egy hatalmas közép-európai metropolisnak számít, és valóban tulajdonképp a minden ilyen nagyváros, a szabadságnak, a mindenki mindent megtehet, abból áll a modernség egyébként, hogy nincsenek szabályok, tehát ennek egy ilyen gyűjtőpontja, és ezek az emberek itt úgy érzik, hogy itt találják meg a lehetőségeiket. De én milyen önmagában... szabadság? Be vannak zárva ilyen 50-30 négyzetméteres izékbe, dupás dobozokba. Ha engem kérdezel, nem itt látom a fő bajt, mert szerintem ez normális, és a nagyobbik baj az, hogy van Magyarországnak is egy kvázi értelmisége, nevezzük így azért. Most az, hogy a főiskolát, egyetemet végzett egyelő az értelmiséggel, erről megint beszélgethetnénk egyet, szerintem erről is van véleményed, nekem is, de kétségtelenül, hogy az iskolázottak száma, a közvéleményt formáló művészek, színészek, tévések, stb. Azért ezek meghatározóan Budapesten élnek, vagy nagyon nagy arányban élnek Budapesten. És nagyon érdekes, hogy ez az értelmiség valahogy folyamatosan azzal próbálja magára fölhívni a figyelmet, és magának pozícionálni magát a társadalomban, legitimálni saját magát, hogy mindig mindennél okosabb, mindig mindent jobban tud, és tulajdonképpen egy alapvetően értékrendre és kiszámíthatóságra és hagyományokra épülő kormány elő mindig szembe megy, és mindig mindent vitat, és mindig ilyen eltartott ujjal elmondja, hogy jó, de mi kéne. Mert ő okosabb, mert ő mindent jobban tud, és valahogy, de ezt el is mondják hangosan mindig. És az meg egy világfolyamat, és nem tudom, hol lehetne ezt a világfolyamatot egyébként egyszer megállítani, hogy az teljesen normális, hogyha bent van bármilyen stúdióban, bármilyen nagy tüntetésen, bárhol egy népszerű mondjuk színész, és egyébként néha már becsületsértésig szidalmazza a kormányt, a kormánypolitikusat, stb. Ha véletlenül egy közéleti ember megszólal a kormány mellett, és valamire azt mondja, hogy mondjuk a családtámogatási rendszer szerintem nagyon jó és fontos, akkor abban a pillanatban szétszedik, ő egy politikai kitartott, mit keres egyáltalán a közéletben, stb. Még se tud énekelni. Igen, és éppen tehetségtelen, stb. Tehát teljesen felbe ez az arány. Ez egy folyamat, ezzel együtt kell élnünk. Ettől függetlenül én továbbra is abban hiszek, hogy az a véleményfelelme értelmiség, aki azért mindig szeret népszerű lenni, az egy idő után kénytelen lesz meghallani egyébként a válaszokat, mert kénytelen lesz odafigyelni egyébként a józan, a szónak világérsem pejoratív értelmében mindennapi kétkezi paraszti embereknek a véleményére, a tapasztalatára, arra, hogy ők hogyan élik meg a mindennapjaikat. Egyszerűen kénytelen lesz odafigyelni, mert különben a végén ez az értelmiség fog teljesen elzárkózni egyébként a teljesen nagyszámú józan többségtől, és szerintem ezt ők sem akarhatják, tehát ebben hihetünk, de kétségtelen, hogy minden nagyvárosban mindig egy kicsit nehezebb a jobb oldalnak vagy a konzervatív oldalnak a dolga, mert így alakult ki a történet. De ne adjuk fel. Dehogy adjuk fel. Azért ez kiváló végszó, bár csak most kezdünk bemelegedni, mert elrepült. Csak akkor nem is beszélünk, hogy Budapest alapvetően szerintem egy polgári város, és hogy igenis Budapesten egyébként sok esélyünk van arra, hogy visszaszerezzük ezt a várost, de ezt majd, ha meghívsz legközelebb, nagyon szívesen. Abszolút, innen fogjuk folytatni legközelebb. Láng Zsolt, a jövő héten pedig György Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkárával találkozunk. Wow, hogy elmondtam végig. Egy hét múlva találkozunk.